be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Szevasz, Gábor! Ez fantasztikus, hogy így személyesen találkozunk. Ugye? Jaj, de úgy örülök, hogy itt vagy. Már az előbb kimentem és kicsit körbe szimatoltalak. Jól vagy? Igen, egy picit csalódtam, mert azt hittem, hogy ilyen disznóságok fognak itt várni, tehát hurka, kolbász, de épp Feri mondta, hogy ez tegnap volt. Tegnap letudtuk, nem akartunk stresszelni, Gábor, hogy van egy jó élet is, tudod? Ugye, tegnap Feri nekünk olyan reggelit rittyentett, hogy szerintem te bepisiltél volna a gyönyörűségtől. Tele volt minden állati fehérjével. Tudom, hogy te nagy állati fehérje fogyasztó vagy, ezért mondom. Figyelj, a sajt, a felvágott, a házi kolbász, mit hoztál, különböző krémek, vajkrémek, sajtok voltak. Sajtok. Te szerintem itt kiugrottál volna az ablakon. Szarvasgombás sajt, jusajt, nekem külön hozott egy pápusztait. Hát én lelkileg készültem erre a mai reggelre, ezért most jól bírom. Viszont egy sütemény árválkodik kint félig megkezdve. Én beleharaptam a tegnapi tortába, de csak egy harapásig jutottam. Tegnap volt 5 éves a rádió, és azt ünnepeltük. Értem. És gondoltam, megleplek egy ilyen kis félig megharapott tortával, de és nem láttam. És ilyenkor az emésztőrendszeretek hogy bírja? Jól. Ezeket? Jól? Hát mi a baj vele? Elég sok volt az állati fehérje itt tegnap, és akkor most gondolom egy picit elsavasodtatok. Nem. Érdekes, én nem érzem. Kéne valamit éreznem? Én nem érzem, mondjuk. Nem savasodsz. Tessék? Nem savasodsz. Nem érzem, hogy pezseg belül értek, marja a belsőbe. Nem. Viszont azt meg szeretném kérdezni tőletek, hogy a legelső étel, amikor hazajöttetek, fogyasztottatok, az mi volt? Tehát hazaértetek, mi volt az első gondolat? Mit fogtok most csinálni? Tehát, az nem étel volt. Igen, szörnyű dolgokat műveltünk, Gábor, de neked a legvadabb álmaidban se fordul elő, amit én a feleségemmel csináltam. Tehát azt láttad volna, azt nem arról, hiszed el. Arról, hogy mit tettem inkább. Ne beszéljünk korán. Szerintem én te ilyet, az étkezésre de gondolom. Faltam. Ilyet még nem is láttál, Gábor, hogy mi mit csináltunk a feleségünkkel. Mi volt az első nekem, aki lecsót csinált és húslevest? Bűnöztem ezzel nagyon, hogy halott állatok levét ettem meg húsleves formájában? Halott állatok levét. Halott állatokat áztattunk lében, ezt felmelegítettük és megettük, és talán egy lecsót csinált. Jó, de lecsó növény. A lecsó jó, nem? Igen, a lecsó az mindenképpen jó. Jani meg hát a nevéhez illően ugye abszolút azt tette, ami neki való, egy jó parasztarhonyát. Igen, egy jó parasztarhonyát, gomba pörköltel. Az jó? Az mindenképpen azt gondolom, hogy jó, a gombapörkölt az pláne, és Feri, gondolom te... Hát én már nem is emlékszem, hogy mikor hazajöttem. Ugye csak 2 hetet volt kint. Hát ja, tudod, mit kértem? A rakott krumplit. Azt tettem, sok kolbásszal, meg még egy kis kolbásszal. Figyelj, neked ki csinálta meg, ha te nem főzöd magadnak? A béka. Mert, igen. Ne, persze. Tudod, beengedted a konyhába? Hogyha nem vagyok otthon, bemer menni. Én azt hittem, az így zajlott, hogy Feri leszállt a repülőről, majd megkérdezte, mit ennél Feri? Hát, ennék egy jó kis rakott krumplit. Kérdezte magától Feri. Majd hazamentem és megcsináltam. Nagyon ügyes vagy, Feri. Hazamentél és megcsináltad. A béka megcsinálta neked. Ő jól főz egyébként, csak nincs rá szükség. Te leveszi a cipőjét, mielőtt bemegy a konyhába, és meghajol, mintha a dojóba menne be. Miért kérdezed, Gábor, bűnöztünk nagyon ezzel? Igazából ez csak egy, azért kérdeztem, mert érdekel ennek a pszichológiája, hogy amikor az ember hosszú időt tölt külföldön, Afrikában, akkor mi történik vele, amikor hazajön? Tehát ugye az időjárás is teljesen más, gondolom a habitus is más kint, mint itthon, az ételek is más, akkor kint sok zapkását ettetek, hallottam, beszéltük. Leginkább egyébként a hangulat más, tök más. Tehát ennyi leszegett fejű ember, hogy elszoksz tőle. Tehát, hogy nagyon sok közintézményben voltam most az elmúlt pár napban, ügyeket intézni, stb. Tehát ennyi önmagába fordult, leszegett fejű, mosolytalan ember, ez egész egyszerűen dermesztő. És nem hiszem, hogy az anyagi okok miatt, mert ott sem túlságosan nagy okuk arra. És mosolyognak, árad ott is belőlük valami olyan életszeretet, ami itt kihaló félben van, hogy ezt most kiölik belőlünk, vagy ez egy mentalitásbeli kérdés, és nem hagyjuk, hogy ez eluralkodjon rajtunk, nem tudom. Szerintem sok minden tényező függ össze. De ami a legdermesztőbb, az a fajta hangulat, ami itthon van. Tehát beszállsz egy liftbe, elmész ügyeket intézni, hogy senki nem tart szemkontaktus, senki nem mosolyog, nagyon nem köszön, nem nézel. Én nem tudom, hogy ezt érezted, de engem ez annyira melbevágott 6 hét után, Jani, hogy ott kint pedig lehet, hogy csupán azért, mert állandóan süt a nap, és ez már okoz egy olyan D-vitamin töbletet, de hogy elképesztő az a hangulat, ami itthon van. Szóval egyszerűen nagyon, nagyon szomorú, dermesztő. Aklimatizálódni kellett. Igen, és 1 hét után, ha elmész nyaralni, akkor arra fogod, hogy nyaraltál, persze ott minden más. De 6 hétig azért nem nyaraltunk, dolgoztunk nagyon sokat, mégis átragad valami olyan, ami egyszerűen itt kihalóban van és eltűnőben. És ez rettenetesen ijesztő. És szomorú egyébként. De megláttam, hogy reggel... az emberek. Tehát amikor megjelentünk Balázsral, a lándzsáinkkal, a fűszoknyával, az orkarikákkal. Igen. És mindenki nézett, és fura volt nekünk, mert hát
hát mi ehhez szoktunk hozzá. Nem, pont tegnap mondtam a Vikinek, hogy de jó lenne, csak három ember visszamosolyogna. És nem, én nem úgy járok, mint egy ilyen hülye, hogy mindenki vigyorgok. És ebből kettő ti lennétek, Viki. Nem, tényleg, szóval, hogy nagyon hülye hangulat van itthon. Sok oka van ennek nyilván. Én azért azt gondolom, hogy, nektek azért mindezek mellett hasznos volna egy kis savanyúkáposzta, és egy kis céklalé is, mert ugye az a húsos étkezés, amire itt lehet, hogy rá szoktok, vagy kicsit többet fogtok enni, ugye az ne nélkülözze azért az antioxidánsokat. Tehát én egy céklalékúrát mindenképp a húsleves mellé, vagy azokon a napokon, Balázs, amikor ilyeneket fogyasztasz. Esetleg, ha Jani betéved egy cukrászdába, akkor azért mellette egy kis paradicsomlevet. Én máshol szoktam betévedni, Gábor. Én a cukrászdákban élek. Igen, tehát János nem véletlen szőre megy cukrászdába, hanem céltudatosan, igen, de 40-45 kiló fehér cukrot ezik meg egy évben egyébként. Figyelj, de hogy a céklalé lugosít azért, hogy lugosodjunk? Igen. Vagy a paradicsomlé, azt még tudom, hogy tele van likopinnal, az jó, de a céklalé is? Igen, egyébként ténylegesen, mert meggyőződésem, hogy itt, tehát hogy hazajöttetek, itt kevesebb a napos órák száma, valószínűleg egy picit több fehérjét, állati fehérjét fogtok enni, ez szinte természetes, és ennek kapcsán savak fognak képződni, hát több sav a szervezetetekben. Hát érdemes a párolt zöldségekre, a levekre, a lucerna csírára, a búza csírára nagyobb hangsúlyt helyezni. Ezt komolyan mondom, egyébként meggyőződésem az is, hogy Magyarországon a hangulat, az általános közhangulat, amiről beszéltél is, és a táplálkozás, tehát a zsíros, cukros táplálkozás, a kevés folyadékbevitel között összefüggés van. De miért a cukor, például Jani szerintem meggyőződésem, hogy hangulatfokozónak is eszi, tehát ez egy masszív addikció, hogy bemegy, és maga a cukor, az édes élmény, az ad egy pozitív töbletet, ami aztán nyilván kiürül, sőt, mint a függőséget okoz, de ha magyar sok édességet eszik, akkor nem pont nagyon mosolyogni kellene, feldob, dopamin, felszabadul egy csomó pozitív vegyület az ember agyában. Hát, mi lenne, ha nem ennénk? Mi lenne, ha nem ennénk, nem? Vagy ez kiürül, és ez egy nagy csapda? Az a helyzet, hogy ez általában csak egy 30-60 percig tart. Tehát egy csokoládéfogyasztás után, egy óra múlva ennek a hatása elmúlik, tehát Janinak szinte folyamatosan óránként, másfél óránként járnia kéne. És cukrászdába, vagy csokoládét kéne fogyasztania. Ez egy állandó hullámzást hoz létre. Nem stabilitás, hanem hullámzás. Aha. És ez egyre nagyobb probléma. Hát azért más örömforrások is vannak az életemben a tortákon kívül, és amikor elfogy a tortából származó, akkor például szeretem a gyerekemet. És örülök neki, ha hazajön és jó jegyet hoz, illetve ott van még a nejem is. Igen, ez nem, de hát ez tényleg függőség, maga az édesség, vagy a cukor, mint egyébként sok embernél. És emiatt vagyunk ennyire? Ez nem egy ilyen, a külső tényezők, a mentalitás, a magyar hozzáállás, kicsit a rajtunk kívülálló tényezők, amiről nyilván nem tehetünk, szerintem ez most valahogy nagyon jellemző erre az országra, nem? Sok mindentől függ, ez biztosan a magyarságnak a hátterétől, a jelen helyzettől, az emberek kicsit szoronganak talán, bizonytalanság van, de ma már az addiktológia, a táplálkozás tudomány foglalkozik a viselkedés és az étrend összefüggésével. Uh-huh. Hát azért, ahol sokkal több a zöldség, a gyümölcs, a mediterrán vidékeken, az olívabogyó, ott más a vér összetétele, más az agykémia, sok minden máshogy működik. Tehát itt van ilyen összefüggés. Aha. Is van. Érdekes, amit mondasz, ebben lehet valami. Hát pedig magyar ember disznóvágásban mindig vidám, na akkor ezt tedd össze. Vajon mi? Ugye? Feriké, vigyünk egy pálinkát. Egy fogópálinkát. Ez a malacra. Ugye? Jó is az. Jó, Gábor, egy nagyon érdekes dologgal készültél a tudomány világából, tehát ma olyanok leszünk, mint egy ilyen IPM magazin, mert hogy ugye arról szeretnél beszélni, hogy az állatokat és az állati eredetű dolgokat hogy próbálják beemelni a hétköznapokba. Ugye pók, skorpió, egér, és miből mi készül? Így van, hát elképesztő eredmények vannak, ugyanis, ugye most voltam én is az akadémián, volt egy ilyen, hát egy nyílt hét, és bárki meghallgathatott tudományos előadásokat, én is beültem az egyikre, de már régebb óta ugye ismert, hogy a Szent János bogárnak, ugye hogyha azt a génjét megtaláljuk, ami a fluoreszkálásért felel, és azt kivágjuk belőle, és beültetjük egészen más élőlénybe, mondjuk fenyőfába, vagy mondjuk nyulakba, a szakemberek beültetik, speciális és bonyolult módszerrel, akkor
akár még az is lehetséges, hogy az a fenyőfa az fluoreszkálni fog. Az tök jó, nem kell ráégő karácsonykor. Minek a gírland? Szerintem ez tök jó. Igen, de földi halandóként arra gondolom, hogy ez hülye, akinek erre szüksége van. Tehát a természet úgy jó, ahogy van, az a bogár azért világít, hogy párt találjon magának. Tehát hogy mi értelme van fenyőfát kivilágítani? Azon kívül, hogy olcsóbb lesz, igen, és karácsonykor nagyon kifizetődő. Nyilván vannak ellenérvek, és mellette is vannak érvek. Ugye ez igazából azt hivatott bemutatni, hogy a szakma, a genetika, illetve a biotechnológia milyen hatalmas munkát tud végezni. Tehát megszűntek a korlátok az élőlények között, így az egyik élőlényből a másikba át lehet bizonyos gént vagy génrészt tenni. Ugye a természetben nem nagyon jön létre a kettő között ugye kapcsolat. Hát biztos, ritkán szeretkezik fenyőfával Szent János Bogár, ez elég ritkán. De, még a nyúlhagyján. A nyúlhagyján még elkapja, de a Szent Jánosban nem hülye azért az a bogár. Lehet, hogy megtörténik ez, de nem sokat látunk belőle, meg nyilván az egyik fél részéről viszonylag kevés a reakció. Igen. És Szent János Bogár hiába. Olyan rettenetesen. És elkaplak, bocsánat. Te kis lut. Bocsánat, Gábor. Igen. Hol van rajtad még egy kis lut? Én láttam fotót is arról a nyúlról, amelyik ilyen génnel rendelkezett, és tényleg a sziluettje, a körvonalai kijöttek a képen. Hát ténylegesen esetleg a nem túl jól látó vadászok, vagy akinek remeg a keze, ezt azok számára. Pont jó. Vadászbaleseteknek vége. Józsi, pörkölj már oda, de hülye az a Béla volt fejlámpával, nem egy nyúl, te barom. Oda lőj. Jézusom. Nem jó, amikor ember istent játszik, és elkezd ilyen dolgokat keresztezni. Kicsit ez mindig... Hát nagyon, nagyon komoly. Szörnyű. Tehát a szociológia, a teológia, tehát a politika, ugye Magyarországon egyébként a génmódosított élelmiszereket ugye nem szabad köztermesztésbe bocsájtani, viszont ezek a kutatási eredmények, ezek azért figyelemfelkeltők. Mondok egy másik példát, emberi női anyatejet lehet termeltetni szarvasmarhában. Nyilván nem úgy, hogy csak azt termeli, hanem lesznek benne olyan fehérjék, mint az emberi anyatejben. És képzeljétek el, hogy emberi agysejtet is lehet termeltetni egér agyban. Na, ezek, na hát a kopákónak van esélye. Hát azt gondolom, hogy ez számára egy jó perspektíva lehet. Én kettő darab egeret veszek neki karácsonyra, és azt, hát ha egy idő után megokosodik majd. De ami az egyik legérdekesebb, ez a bizonyos pókfonal kérdés. Bocsánat, Gábor, csak visszatérő, hogy elmondták az előadás, hogy egyébként miért van szükség arra, hogy szarvasmarha emberi tejet termeljen? Tehát majd adják, vagy nagy üzemben termeli az anyatejet, hát és tudják adni olyanoknak, akiknek mondjuk nincsen? A hiány. Tehát mivel az emberiség növekszik, és ugye most már 7 milliárdan vagyunk, és azt mondják, hogy leszünk ennél többen is, egyszerűen vérhiány van, anyatejhiány van. Nyilván felmerül a kérdés, hogy ez mi van azzal azokkal az államokkal, akik nem akarnak ilyenbe részt venni, vagy akik mondjuk sertést nem fogyasztanak, akkor mi a helyzet azokkal, akik mondjuk sertés által termelt vérplazmát kapnának, és azt ugye nem fogják engedni. Tehát ez sok etikai kérdést fölvet. A szakma szerint erre szükség van, illetve szükség lesz, és úgy tűnik, hogy a tudomány arra felé halad, hogy a későbbiekben ezeket az eredményeket fel tudják használni az emberiség érdekében, védelmében. Hát bízunk benne, hogy ez így lesz, mert ugye a genetikusok egy része is azt mondja, hogy sajnos, hogy ezek a kutatások nem biztos, hogy mindig megmaradnak jó kezekben. Hát ez az. De Tizimó elképzelt, hogy bemész egy hiperbe, és azt mondta, hogy veszel két laktózmenteset, három mandulatejet, meg 4 liter anyatejet például. És akkor hazaviszed, és megeteted a gyerekkel? Még ez sem kizárt, hogyha UHT anyatejek lesznek mondjuk forgalomban. De például az élelmiszeriparban ugye a szuperlazacok, tehát a genetikailag módosított élőlények ugye gyorsabban, vagy állandóan szaporodnak, ugye a szuperlazacat folyamatosan növekedési hormon termel, ezáltal sokkal gyorsabban növekszik, és azt mondják, hogy ugye a halat érdemes fogyasztani, mondják sokan, legalábbis a sertéshúsnál sokkal egészségesebbnek tartják, és ezért mondjuk a genetikailag módosított élőlények, ha növekedési hormon kódológént ültetnek bele, akkor sokkal hamarabb elérik ugye a piacképes súlyt, és el lehet látni mondjuk szuperlazacsal az egész világot, azt mondják. Ugyanígy igaz mondjuk Ázsiában az arany rizs, hogyha biztos olvastatok róla, tehát a karotinban gazdag rizs nem fehér színe van, hanem sárga színe van, mint a sárgarépának, és mivel A-vitamin hiány miatt Ázsiában sokan, hát ugye szembántalmaktól küzdenek, sőt, nagyon komoly maradandó károsodás szenved a látásuk, megvakulnak, ezért egy aranyrizs képes a vitamint pótolni. De ne is van, gyerekek, a lazacról volt most egy nagy cikk, ugye kétségbejtő. Tehát azt gondolod tényleg, hogy eszed, és hogy mennyi omega-3, mennyi minden, igen, és leírta, igen, ez a cikk, nem is tudom, melyik oldalon olvastam.
hogy Norvégiában vannak ezek a hatalmas lazac farmok. Azt már felejtsd el, hogy te szabadon úszkáló lazacot eszel, az már nincs. Tehát ugyanúgy, mint a rákot, a kajdót, ilyen hatalmas kör alakú tartályokban termesztik őket. Következőt csinálják, ugye adnak nekik mindenféle növekedési hormon, stb. Antibiotikum, minden. A tenyésztő kiválaszthatja, hogy milyen tápot ad a lazacnak, és a táp meghatározza a lazac színét. Vagyis, amikor te azt látod, hogy te narancssárga színű lazacot eszel, akkor az nem azért narancssárga, mert valójában ilyen színe van, mert a vadon élő lazacnak igen, csak az horror drága, és ma már mindenki sushit teszik, vagy hát sokan, hanem a gazda kiválaszthatja a tápot, amit ad neki, és egy színskálán megmondják, hogy ha ezt a tápot adod neki, ilyen színű lesz a húsa, ha ezt a tápot adod neki, ilyen színű lesz a húsa. Rózsaszín lazacot akarsz? Narancssárgát? Fehéret, ugye attól függ, hogy mit hamisítanak. Kiválasztod a tápot, és megszínezi a húst. Vagy ételfestékkel festik narancssárgára, tehát kamu az a narancssárga, nem ilyen színű, vagy pedig a tápot te kiválasztod. És gondolod, mit teszel meg? Te azt gondolod, hogy egészségesen nem. Az beépül, plusz növekedési hormon, leírták, hogy mennyi antibiotikumot kell adni ezeknek a halaknak, hogy milyen tumorok képződnek ezeken a halakhoz. A döbbenetes volt, tudod, így olvastad, és azt gondoltad, hogy akkor ez se? Mert közben tényleg jobb, mint a marha vagy a sertés. Hát az egész egy nagy illúzió. Hogy nem jobb. Háztályi sertés. Olvastad ezt a cikket? Veri a lazacot? Az ilyen lazacot? Na, egy fogságban termesztett, antibiotikumozott lazacot, nem vagyok benne biztos, mert a vadon élőt nem tudod megfizetni. Ja. Dermesztő volt. Dermesztő volt. Igen, igen. Illetve a szakma keresi azokat az élőlényeket, amelyek igen rezisztensek. Ilyen például a skorpió. És a skorpiónak a rezisztencia génjét, ha beültetik növényekbe, akkor igen ellenálló növények állíthatók elő, amelyek bírják a környezet viszontagságait. Igen, csak a rózsa tüskéje miatt meg fogsz halni, mint a skorpiónak, nem? Igen, ez nem termel mérget, hanem ellenálló. Aha. Tehát a búzát beoltják például a skorpióból kivont méreganyaggal, és a búza például bírni fogja a szárazságot, vagy a rizst, és mondjuk olyan helyeken is meg tudják termelni, ahol mondjuk eddig alkalmatlan volt. Olyan tulajdonsággal ruházzák fel, tehát egyszerűen belövik azt a génrészt, ami a skorpiónál mondjuk a szárazság tűrésért felel, és a növény sokkal ellenállóbb lesz. De igen, ez is egyébként érdekes, hogy nem az okokat akarják megszüntetni, ha tehát nem a környezet védelemre fordítanak hatalmas összegeket, hanem inkább előállítanak, kitenyésztenek gyakorlatilag olyan növényfajtákat, vagy kinemesítenek, hát itt a nemesítés szóval szerintem enyhén szól is megkérdőjelezhető, amik jól bírják a környezetszennyezésből, meg a globális klímaváltozásból fakadó változásokat. Ugyanígy a népességszabályozás is. Tehát, hogy vannak ugye Ázsiában rengeteg olyan ország van, ahol ugye különböző vallási, melyek kulturális okokból kifolyólag nagyon sok gyereket vállalnak. Őket is arra tanítják meg, illetve nekik is majd különböző élelmiszereket fognak kifejleszteni azért, hogy életben tudjanak maradni. Nem a túlnépesedésnek próbálnak meg gátat szabni, hogy megtanítják ezeket az embereket arra, vagy pedig rávezetik őket egy olyan gondolkodásmódra, hogy azért bírálják már felül. Hát nem, mert abban nincs biznisz. Az élet mondjuk Igen, tehát a biznisz azért van benne, mert én, ha GM-módosított búzát vagy vetőmagot termelek, akkor el tudom neked adni, mint olyan országnak, ahol ez egyébként nem telepedne meg. És hát ezek jobban teremnek, de vita folyik arról, hogy milyen hatások van az egészségre. De ott a sarkvidéki lepényhal, amelynél ugye azt látják, hogy meg kéne fagyjon. Egyszer úgy, ahogy van, olyan helyeken úszkál, és nem fagy meg, és fagyálló van a keringésében. Megtalálták azt a gén részt, ami ezért felel. És ezt, hogyha beültetik eperbe, akkor az eper sem fagy meg. Tök jó. De egyszerűen fagyálló gyümölcsök hozhatók létre, ami azért érdekes, mert ezáltal a kereskedőknek nem kell bevonulniuk mondjuk télen ugye a zárt falak közé, fűtött helyre, ami nagyon sokba kerül a fűtés, hanem egyszerűen kint maradhatnak, ha ők nem fagynak mondjuk meg, a gyümölcs nem fog semmiképp megfagyni, és olyan déli gyümölcsök is forgalomba kerülhetnek akár később, mondom így, hogy sajnos, amelyek még mínusz 10 fokban se fognak megfagyni, mert csak vidéki lepény hal génrészt. Igen, csak erre meg azért nem lesz szükség, mert 100 év múlva már nem lesz tél, meg nem lesz északi sark, meg déli sark, tehát nem lesz szükség arra, igen, sem, hogy fagyálló legyen a szervezet. Igen, csak itt jön megint a kérdés, hogy ki fogja tudni azt bizonyítani, hogy ezek a génmanipulált vagy génmódosított élelmiszerek, ugye milyen hatása vannak az egészségedre, és hiába leszel te rákos, hogy bármi, nem lesz egyértelműen kimutatható, hogy te attól az epertől, amit egyébként a gyereket kezébe is adtál, és ami már génmódosított, szedtél össze valamilyen betegséget, mert azt mondják, hogy ez lehet a környezet, lehet a genetika, lehet a stressz, tehát nem tudják egyértelműen kimutatni. Tehát soha nem fogunk rájönni, hogy ez nekünk árt vagy nem árt. Nem, Gábor? Vannak azért hosszú távú vizsgálatok, ezek most is zajlanak, meg általában senki nem mondhatja azt, hogy a génmanipulált élelmiszer úgy káros, ahogy van, hanem bizonyos gének.
Aha. Attól függ, hogy éppen hóvirágból vették ki azt a gént, skorpióból vették ki, honnan, milyen vírusból vették ki, vagy milyen baktériumból, és ettől függ a hatás. Tehát ahány génmódosítási kísérlet, vagy eszköz, annyiféle kutatás és annyiféle hosszú távú vizsgálat kéne. És sajnos az, hát főleg tengeren túlon az ipar annyira halad. Egy amerikai farmer megsértődik, hogyha évente nem kap mindig új és újabb genetikailag módosított vetőmagot. Tehát ő a tavait nem hajlandó elvetni, most kicsit túlzok. Tehát elvárás, hogy a régit nem. Ugye Európában 4 fogyasztó közül 3 óckodik ettől az egésztől, tehát egészen más világ Európa. Hát amíg be nem engedik, persze. Amíg be nem engedik. Hát most folyik, ugye a szakma azt mondja, hogy ennek az előnyeit is kéne azért látni, a politika azt mondja, hogy nem. Magyarország és a Pannonia maradjon géntiszta. A szerencsés talán ilyen módon. Ugye mit ad a gyereknek? Halad? Nem biztos, hogy jó. Hallott, hogy készül? Lazac. Egyen a gyerek. Gyümölcsöt? Mi lesz 50 év múlva? Te adod neki a gyümölcsöt, lehet, hogy az se jó. A világító fagyáló gyümölcs télen is megtalálod a fám? Igen, a világító tessék. Macska és a fagyáló eper. Edd meg, jó étvágyat, nem? Tehát hát természetesen kitalálta, hogy ez télen nincs, az azért van, májusban, mert akkor igen. De akkor ugye, akkor lehet aratni, vagy szüretelni, vagy nem tudom, mit ez nem ott van a mangalica és a magyar ponty. Egyébként ennyi mindig rájövök, hogy a Ferinek van igaz. Háztáj! A kolbászhoz visszajutottunk. Látod? A gyökerek. Ja, ha választanom kéne, hogy egy normális adalékanyagmentes kolbász, vagy egy gémmanipulált, fagyálóval beoltott eper, figyelj, én csak Gábor, azt nem értem, hogy miért nem az apkását említitek, tehát, hogy miért mindig a kolbászhoz jutunk mert vissza, mert az is adalékmentes. Az amcsiból jövő zapkása, érted? Az már gémmanipulált. Gábor, a félország miattunk zabot eszik. Elkezdted, mondtad, elkezdtem, Jani is eszik, és rengetegen eszik a zabot. Úgy, valami nem, újat kéne most már mondanunk. Most már valamit virítani kéne. Van még egy dolog, a pókfonál, azt mondtad? Igen, azt egy nem említettem még. Igen, egy fantasztikus dolog. Nagyon lassan termeli a pók azért a fonalat, ami ahhoz kell, ugye, hogy mondjuk egy ruhát lehessen belül leszőni. A pókfonál, képzeljétek el, saját tömegéhez képest a legerősebb szinte anyag bolygónkon. A betonnál is szilárdabb lesz, hogyha megfelelő mennyiségben van jelen. És ebből tervezik, hogy golyóálló mellények, légzsákok képződnek, illetve azt lehetne gyártani ezekből. Akár az orvoslásban is felhasználható lenne, vagy mondjuk női mell implantátumok készítéséhez is a pókfonál, mert testbarát, tehát nem vált ki a reakciókat. Nemrég láttam egy fotót, amin pókfonalból szőtt ilyen mellek voltak. Nem? Pókfonalból szőtt mellek. Gábor, milyen fura oldalakat nézem. Felső ruha. Jó, te se vagy menthetetlen, még hál' Isten. Ez tetszik nem, nekem, nem, pókfonalból szőtt mellek. Én csak ruhát néztem. És hát több millió pók kellett hozzá, 4 vagy több év és sok-sok ember. Ez egy hosszadalmas folyamat, viszont a végén egy olyan erős anyag lett, ami még a kevlárnál is erősebb. Egy fantasztikus dolog. Úgyhogy most már sejemhernyókkal termeltetik, illetve elkezdték, kóli baktériummal lehet, és kecske tejben lehet a kecskével termeltetni pókfonalat, és abból ki lehet gyerekek, vonni. Egyébként annyira beteg, hogy ezt így hallgatod, és azt gondolod, hogy nem akarsz egy ilyen világban élni, tehát a ugye? A kecskének nem a tej jön a cickójából, nem, hanem pókfonal. A tej, csak a tejben van pókfonal fehérje, amit ki lehet vonni, és meg lehet sodorni, és ezáltal szövet lesz belőle. Hát figyelj, ha viszont választanom kell egy rossz minőségű francia implantátum, vagy a pókfonal legyen, akkor csak gyerekek, egyértelműen a pókfonal. Én nagyon örülök neki, egy strapabíró jó anyag, nálunk azért van igénybevétel. Szükség van. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó voltál, mi mindig ez neked szól, jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen Gábornak, jövő héten találkozunk, vigyázz magadra, ciao. Jó, reggeli, de hülye vagyok, hát majdnem elfelejtettem, hát mit reggeliztél? Képzeljétek el, hogy egy szép reggelem volt, na, a feleségem hozott hajdinakását. Azt a mindig, jó van. Egy kis kókusszal, és mákonhajjal. Nem, ágyba hoztam. És a vége foltos lepedő lett. Nem. Mákonhaj csúnya foltot hagy. És hát egy fantasztikus, hogy a hajdina egy nagyon értékes vércukorszint beállító, és hát érzem a hatását, hogy rendkívüli szellemileg és fizikailag is. A mákolajban foszfor volt, kókuszreszelékkel fogyasztottam, és mit tettem hozzá? Aszalt gyümölcsöket. Még azt is. Fáradt, hát meg azt kell, hogy büntesselek, ez 10 segrepacsi lesz most, ha kivegyek a hármasugrás után, mert már kezdesz elkanászni. Mondjuk én még semmit nem ettem, úgyhogy arra gondoltak, hogy ebben mennyi foszfor van. Gábor, köszi, egy hét múlva, ciao, köszönjük szépen, hello! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.